Hello, hello, személy, szia, jó reggelt kívánok! Itt a Hungarian Gaming Community-be megkezdjük a Red Dead Redemption napi küldiget. És ahogy a való világos beletomodra feszte lében, megyünk is a Prio-ra, és a gyorsan letunk egy-két napi küldet, aztán átmenjük a Pácsi világába, hát a rankjadó már szívem 3 vagyok. Mi a helyzet, hogy vagy személyként? Mit csinálsz ezen a varázslatos pénzek délelőtti napon? Áruld el nekünk a csendbe. Jó, végre minden kész van, Eriknek is, nekem is. Megrajzolt a logókat, minden. Ja, szól a zene! Itt vagyok, bocsi, elfelejtettem, hogy itt az elején még zenét toltam be. Szóval azt kérdeztem, hogy vagy ezen a varázslatos klub délelőttön, így a pénteki napon. Dolgozol? Úristen, szegény, mit dolgozol? Áruld el. Twitch-et nézel. Ez a legjobb munka. Főleg, ha minket nézel. De remélem nem egy, mondjuk egy futár vagy a képvezet. Na, lassan betöltődik, így van, itt is vagyunk, gyönyörű szép kalapunkban, és megnézzük a napi küldetéseket. Ugye ott tartottunk, hogy anyagmozgató hol, Győrbe? Ott tartottunk, hogy 22 napja csináljuk a napi challenge-eket, egyet kell belőle megcsinálni, és kapjuk a szorzót rá. Most jelen pillanatban 22 napja folyik a streak, és 2,5-ös arany szorzót kapunk. Targoncás vagy, az jó. A győri Audi gyárba dolgozol, ott az egyik, na igen, az egyik barátom csinálta pont a... vannak azt hiszem ilyen elektromos kapuk, amin kibejárnak a targoncák, és ő programozza ezeket a kapukat. Legalábbis ez rémlik belőle. Közben megnézem a napi küldiket. Meg kell nyúzni. Ő kell venni. Meat's eaten. Csak enni kell? Meateket? Van nekem meatem. Jaj, mivel kezdjük? Mivel kezdjük? Player clean a dead eye, showdown, self-portraits taken. Hát, az fogalma nincs mi. Weapon customized. Hát, kezdjük azzal, mivel itt úgyis van egy. Úgyhogy... ezért már be is zsebeljük a 2,5-ös aranyunkat mára. És akkor tovább folytatódik a streak. Délután megyek feleségemmel a Balatonra. Úgyhogy majd az Erik tolja. Customize. Igen. Nem customize. De Broskat, hello. Nem customize. Customize, és mondjuk egy Varmint Rifle-t customizezzunk, és clear-eljük meg. Az arra beadja. Nem adja be, meg az nem egy update. Kérlek szépen, rakunk rá egy Iron Sight-ot. $20! És meg is van a 0,25 arany, ennyi volt. De viszont, ha már itt tartunk, akkor hideg a víz. Hát elég hideg, de mi szeretünk ott lenni a nyaralóba, ilyenkor egy kicsit elvonulni a világ gondjai elől. Most lett vége a vizsgaidőszakomnak, nekem is, feleségemnek is, és Short Scope. Az mehet rá, és most egy kicsit elmegyünk és megnyugszunk. Melyik a jobb? Ó, ez nagyon jó, ez a barna. Jó, költjük a lóvét. Clothes, leather legyen, leather, 40 dócsén, jaj de jó lesz. Jó, most el is költöttem egy csomó lóvét, de nem számít.
Pénz nem számít, Weapon Customize megvan, és 20,1 aranyunk lesz lassan, mindjárt hirtelen, és 25-ért lehet megvenni Harriettől a Legendary Animal kód, lehet kod is, most is akár. Egy pillanat, még egy küldit megcsinálok, aztán nyomhatom. Úgyis régen játszottam, legalább abban van szóló. Nem, én nyomom a kódot, az Erik az PUBG, gyanús. Én meg abban nagyon el vagyok maradva. Ott tartunk most, hogy... Mit tudok meg itt? Meats Eaten. De milyen meats-ekre ez kéne? Mert ugye... Vannak nekem itt ilyen előre megsütött húsaim? Minty Big Game, például... Például erre behagyja? Nézzük. Így van. Be is adta. Hát akkor én ezt gyorsan megeszegetem. Erre is. Kettő. Három. Négy. És öt. És megvan. Ennyi, 0,25 arany, és már 21,23-nál járunk. Csak meg kéne pörgetni ezt a 25 aranyat. Most, amikor ilyen nagy a szorzó. Úgyhogy... Self-portrays... Beacon... Szia Mikey, hello hello, jó reggelt, üdv itt a csati. De is írd meg nyugodtan, mi a helyzet, hogy vagy? Most éppen szenvedek a napi küldetésekkel, self-portrait. Lehet, hogy le kell magam fényképezni? Vagy lehet, hogy csak úgy self-portrait. Hát a portré az önarckép. Na nézzünk gyorsan. Elite 2 series. Várjál, így mutatom. Ilyen szép, gyönyörű. Imádom. Imádom. Már kétszer kellett visszaküldeni, de mind a kétszer teljesen ingyen kicserélték, és elmenjünk a fotostúdióba közbe. Mind a kétszer ingyen kicserélték, és most már két, azaz három gombsorom van hozzá, mert ugye mindig nem az eredeti dobozába kell visszaküldeni, és nem gombsorra. Esett a hó. Miért nem engedélyezi? A hó szót nem engedélyezi. De én engedélyeztem, Mikey. Esett a hó. Hol? Te hol laksz, hogy esett a hó? Már itt tök jó idő van nálunk. Csomagy megyébe. Neked is el itt van, imádom. Én nagyon szeretem amúgy, és hála Isten még pont az utolsó pillanatban vissza tudtam küldeni garanciálba. Miskolc. Nagyon jót voltunk Nászuton, ahol van a fürdő. Mondjad már. Miskolctapolca. Nagyon szép hely amúgy. Jó, nyilván aki ott lakik, annak unalmas olyan, mint nekem a Balaton. De így kívülálló szemben gyönyörű volt. Voltunk a... Hát a szokásos Akteleki Csepkőben, Eger, ott a környéken. Akkor voltunk még a... Természetesen a fürdőbe, meg a... mondjam már, ahol az a szép ott van mellette. Ott van egy ilyen kastély is. Boboztunk is, igen, meg a libegőn is voltunk, csak nem jut eszembe a hely neve. Van egy ilyen nagy tó, lehet csónakázni, Miskolctapolca mellett van nagyon közel. És van ott egy kastély is, de biztos tudod. Nagyon jól éreztük magunkat. Hát ez volt a kis Nászút a családtól. Nem tündérkert, Anna, vízesések is vannak. Fú, most megölnének, se tudnám megmondani. Nem vágott össze, én sem, most már mindjárt rákeresek. Ide értem a fotostúdióba. Mindjárt mondom neked, azt mondja... Az... Mi?
Hol voltunk? Most már nagyon érdekel. Szerintem ez az. Üzéradvány, hát ez nem az. Itt nem voltunk. Hát most már... Most már be kell néznem. Miskolc tapolca, ott laktunk. Igen. Ez nem az. Hát öcsém, megőrülök. Lila füred. Ah. Ó, mondta, hogy valami női név van benne. Lilla füred. Az nagyon gyönyörű szép hely volt, arra emlékszem. Tisztán. Na, elmegyünk a fotostúdióba, ami fogalma nincs, hogy hol van, mert nem nagyon szoktam fotózkodni a játékban, megmondom őszintén. Na, ja, nekem is még reggel van. Szóval... Én már voltam ügyelni az iskolába. 7-től 8-ig. Itt van a fotós stúdió, és szóló portré, ez kell nekünk. $5. Change background, hát akkor valami szép hátteret. Change expression, beállítás. Milyen beállítások vannak? És mi változik? Semmi, tök mindegy, csináljunk egy fotót. Minusz $5, és plusz 25 arany. Nálunk a diákok voltak. Kik voltak a diákok? Lemaradtam. Annyira fotózkodtam. Jó, megvan egy újabb arany, és azért most már eléggé pörök. 21-48. Ja, ügyeletesek. Ja, hát ez általános iskola, úgyhogy itt nálunk a tanárok. Ráhárult ez a feladat, hát heti egyszer kell bemennem 7-15-re. Fél egyik sem voltam, hát elég nehezen ébredtem, de azért be a verse, az mi angolul? Tudjuk. Na, hold, azt hiszem. Meg kell néznem, hogy... Tudom, hogy körülbelül hol van. Butcher Creek-nél. Hát ide biztos nem megyek el. Ugye megnézem, hol van ez a Butcher Creek, valahol itt van. Fú, hol is van? Valahol itt kell, hogy legyen. Talán ez az itt. Ez. Szerintem ez az. Szerintetek is? Nézzük meg. Jaj! Elnézést! Bocsánat, itt se vagyok. Nehogy följelentsél. Utálom ezt a nagyvárost, itt mindig valakinek neki megyek. Jó, van, már be is jelölték. Megyünk. Na, húzzunk innen. Már nagyon keresnek. Menjél, lovacska. Itt tanítok? Hát most én alsós tanító leszek, hogyha jövőre meg lesz a diplomám. Kicsit későn érő típus vagyok. De úgy gondoltam, hogy kell egy diploma, és ugye alsós tanító minden tanít. De jelen pillanatban testnevelést oktatok első-második osztályban, és informatika műveltségterületen fogok végezni, tehát a műveltségterület azt jelenti a tanítóknál, hogyha megvan a tanító diplomát, akkor 5.-6. osztályban műveltségterületedet taníthatod, tehát 5.-6. osztályban taníthatok informatikát, és mivel most még csak felmenő rendszerben van az informatika, ami azt jelenti, hogy a mostani negyedkiseknek még nincs benne a tanmenetükbe,
De jövőre már be fog kerülni harmadik, negyedik osztályba, és napközizek, és ez nekem most így tökéletes, mivel hát 10:30-re járok, és 4-kor jövök. És ugyanannyit kapok, mint amikor 8 óráztam. Csak hát ez neki kellett vágni az egyetemnek, ugye most ebben a vizsgaidőszakban 15 vizsgám volt, ez a harmadik év. Most vagyunk ott, hogy elkezd, most már csak szakdolgozat, és akkor államvizsga. Úgyhogy kérdésedre a válasz, most éppen testnevelést tanítok első-második osztályban. Informatika szakkört csinálom, és mit mondtam még? Napközizek. Runok Reach. Na, szerintem is jó, én szeretem csinálni. És akkor az Erik mondta, hogy jövő héten akkor valószínűleg szerdára visszaállítjuk a HX kupákat. Szerintem először egy squaddal fog próbálkozni. Hát a PUBG most egyedül vagyok, tehát így a Silver 3-ba liftezek, mert randomokkal vagyok, mindig benyomom, hogy keresek játékos, sose talál senki. Egy pillanat, közben itt vagyok a Butcher Creeknél, és ha jól emlékszem, itt van ilyen hódbirodalom, ahol itt megeszik a... vannak ilyen megevett fák, vagy mi ez. Innentől talán erre kell menni, és itt lenne a parton. Úgyhogy, hát egyedül nagyon nehéz. De ugye senki nincsen rangba, úgyhogy nagyon kevés emberrel tudok játszani. Kivesszük a... Hol van? Kivesszük a Warmind-t. Warmind fegyverünket felvesszük, ami kis kaliberű. Ja, igen. De gondolom, te például nem tudnál velem játszani. Az a baj, hogy senki nem tud velem játszani. Na, itt kéne kódra lelni, szám szerint 3 darabra. Ott van egy. Hoppá, hogy elfutott. Hát itt a hódvár. Hát az meg már ott úszik. És tényleg egy hódot... Egy hódot kergetek. Jó, hát azt megölöm szegényt. És most úgy elsüllyedt, föl se tudom venni. Pickup. Ja, de ez nem is hód volt, hanem muszkét. A fene vigye el, ha hol vagytok, hódok? És lőttem egyet, az mindegyik elment, az tuti. Ott megy egy. Ez a halott. Igen, akkor lehet együtt játszani, de jó lenne. Mondjuk most hétvégén pont csak szombat estétől leszek itthon. Itt a Beaver. De a gondolat vegyél fel, HXHCM, azt szerintem te nem vagy nekem ismerősöm a Xboxon, aztán nyomhatjuk. Én örülök neki, hogyha valaki felhúzna végre, hogy tudjak játszani mindenkivel. Jó, megvan egy hód. És mivel ez 3 csillagosra sikerült, ami azt jelenti, hogy ez egy tökéletes bőr. Ezt most... Akkor te is nekem. Hát ha én neked, akkor te is nekem, azt tuti. De mit jelentél, Mikey? Gyere, ló! Lovacska! Szóval ezt a bört majd elvisszük eladni. Mert ez jó állapotban van, az is hát a legjobb állapotban. És akkor most még kéne 2 hód. Jó, ló. Stay. Hol a stay? Megsimizlek.
Jó, akkor megtalálok, tuti. Hát mindig offline vagy, nem? Mindig nézem, hogy ki kivel játszik. Ne gyere utánam! Csikó. Miért nem tudok neki parancsot adni? Fegyver van a kezembe, vagy... Szté, nincs olyan jó, akkor fölülök, meg leülök róla. Nem szoktál, mit nem szoktál, nem szoktál offline lenni? Már egy TNT, Mikey, akkor lehet, hogy nagyon lent vagy a listán. Mindegy, majd nézem. Mert jó lenne már valakit szerezni, akivel lehet együtt nyomatni. Na hát ugye ez nem túl izgalmas része, mert itt már lőttem egyet. Egy kacsa. És most kb. Az összes hód, aki itt volt, az elment világgá. Vissza kéne őket csalogatni. De ugye úgy tudom visszacsalogatni, hogyha elmegyek egy kicsit innen. Na, bocsánat, hogy most ennyit izé szarakodok ezzel, de... Most 0,25-ös aranyszorzón van, úgyhogy... ott, valaki ott futott. Hát ez egy nyulacska. Most elég nagyon magas az aranyszorzom, és be kéne gyűjteni, mert hát aranyat az csak venni lehet pénzért, ugye? Az ott? Ez egy kő. Ja, Istenem, hol vagytok, holdok? Várjál, etessek be. Hát, várjál, Heavy Repeat. Predator, ez nem az. Jó, lerakok egy ilyet. Jó, én simán benne vagyok. Az a baj, hogy az én csapattársaimmal nem tudok játszani egyike sem, mert Master meg Diamond az összes. Na, betettem. És tudja, hogy nem fog rá hód jönni. Majd csak szarvas. De megadjuk neki az esélyt. Kacsa. Az lenne a legjobb, hogyha kettő jönne egyszer. Micsoda, Ferkó is TNT is lett. Hát hogy a fenébe? Annak örülnék mindenki, Hungarian Gaming Community is lenne. Végül is azért jött ez létre, ugye, hogy hát ez a kezdeményezés, hogy mindenkit próbáljunk meg egy kalap alá venni, és csinálni egy óriási PUBG klánt Magyarországon, ahol mindenkinek van joga mindenhez. Ugye azért próbáltuk meg ezt, mert hát a Discord az adott, most már 500 tag, streamelni tudunk mindent, hát majd meglátjuk. Még azért majd egyszer kiírom a ma vagy holnap érthetőbben a Discordra, hogy jó lenne, hogyha mindenki egy név alatt egyesülne, szerintem. És nem lennénk külön, mert azért olyan sok magyar játékos nincs. Hát csak nem jön hód, mi? Ahód. Átmegyek a másik oldalra. Öcsém, egy hódot adott be. Hát van még messzebb is, de most adjon már még két hódot. Hát igen, néha így ezekkel a napi küldikkel sokat kell. Jaj. Ott két őz van. Egy füstű valami. Ja, ez a tetem. Hát ez meg egy mókus. A mókus nem lövöm le. Most tényleg ekkora hódbirodalomban egy darab hód volt, nem hiszem el. Ott úszik. És meg kell várni, hogy ki érjen a partra.
Persze, mert elviszi a víz. Jó, persze, szívesen meghallgatom amúgy, mert érdekelnek ezek a sztorik, nyilván ne itt mondd el. Na, menj ki! Most meg ide mutatja a seggét. Ezt nem hiszem el, gyerekek. Hát fejbe kéne lőni. Aha. Kettő. Mert ugye már az elején, amikor elkezdtem én a HX-et, Hungarian Xbox Heroes, már annak is ugye olyan volt a névválasztása direkt, hogy ez egy ilyen egységes és összefogó legyen. De hát ugye jó magyar szokás szerint mindenki elkezdett saját klánokat csinálni magának. Nem nagy képűségből meg ilyenből, meg hát aki ismer, az tudja, hogy milyen vagyok. Abszolút nem vagyok nagy képű, de hát azért mi kezdtük el ezt az egészet, ezt a kupázást és mindent. És én már akkor azt szerettem. Ne! Ledobta a bőrt a vízbe. Mondjuk szükségem nincs rá. Fölvenni se tudom, mert mélyen van. Az anyádat! Ja, és nem vagytok meg soha négyen. Hát nekem meg már ugye itt család, feleség, sajnos már nem úgy vagyok, mint régen. Én ezt szeretném, hogyha mindenki egy név alá egyesülne, nyilván ez nem fog összejönni, mert senki nem fogja feladni a saját nevét. Ja. Hát koposok, nincs velük semmi bajom, abszolút. De mindegy, majd egyszer elmesél. Az ott nem volt. Gyerünk, még egyet adjál. Ez nyúl. 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 Ez is nyúl. Ott. Az, amit megnyúztam, ott. Állj meg, ló! Na, ez már nem lesz tökéletes, mert nem fejbe lőttem. De mindegy. A Krisi átment PC-zni. Ő azt mondta, hogy becsömörlött a PUBG-től. A bozont van, ő jönne, szerintem szívesen. A süsügyék az új kodot nyomják, ami szerintem borzalmasan szar lett, de hát ízlések és pofonok. Én nem tudnék vele játszani. És megvan az arany közben. Úgyhogy, meg az a baj, hogy mi már ugye 2 éve nyomtuk ezt a kupázgatást, én már belecsömörödtem 1 év után, és szerintem a bozontéknak is itt ez volt a probléma, hogy hát volt olyan, amikor a Somek, bozont, a süsű, meg a... Na, mondd már. Jó volt még, most nem is jut eszembe. Mindegy, minden nap mentek, hétfőtől vasárnapig mentek. Hát persze, hogy belecsömörlik az ember. Nem lehet azt... Mit tudok még itt megcsinálni? Közben nézem, bocsánat. Nem. Desert szage. Hol van olyan? Tuti, hogy izéba.
Mit kerestem? Desert. Desert Sage. RDR2 online location, azért, hogy mindent meg lehet találni a interneten. Na, azt mondja, Desert Sales Location, természetesen, hogy len van a, majdnem mondtam, hogy hol. Nincs messze, Tumbleweed-nél van, hát erre. Jó, első cél, akkor gyorsan. Egy gyors utazó helyet keresni. Hol vagyok? Itt vagyok. Legközelebb, itt is van, nincs is messze, és akkor Tümbölvidbe elutazunk, és összeszedünk pár ilyen kis növényt. Na, közben írt a Doki, hogy mennének a dúra, csak nem jó a link. Hát én nem tudok valamit csinálni, mert nem én szervezem. Köszönöm szépen a raidet, köszi. Köszönöm szépen, nagyon kedves tőled. Hát nekem már képe van a díjazás, úgyhogy itt lesz. Tökéletesen megcsináltuk, csak az baj, hogy már nem merek semmit csinálni, mert hogy mondjam, itt azt nem akarom itt a streambe mondani, majd elmondom neked személyesen, vagy hát a partiba. Tehát, hogyha csinálok valamit, akkor 2-3 nap múlva, vagy hét múlva, vagy egy hét múlva ja, írok neki. Akkor megjelenik ugyanaz az ötlet valami másik helyen. És én már elég sok mindent kitaláltam itt. Tehát, hogy én már teljesen, ugyanez volt a kódkupával is. Megcsináltuk, 2 nap múlva megjelent egy másik helyen. Ugyanazokkal a pontozásokkal, ugyanazokkal a szobákkal a Discordon. Úgyhogy, de hát ezzel nem tudsz mit tenni, természetes. Csak ezért mondtam azt, hogy... Ezért mondtam azt, hogy... Írtam neki, Májki, hogy neked írjon. Mit kezdtem el mondani? Ja, igen, hogy tényleg így mindent kitaláltam, vagy hát kitaláltunk, mert volt, amit többen találtunk ki, és meg is lettek rendezve, meg is lettek szervezve, és utána meg lemásolják. Ami szerintem egy nem szép dolog. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. És én ezért mondtam, hogy csináljuk meg ezt a Hungarian Gaming Community-t, és egyesüljünk, és tényleg senkinek semmi dolga nem lenne. Streamereket fogadunk nyugodtan, aki PC-ről van, a bannerünkhöz még egy csomó kép befér, de ezt a Erik tudja, Ignite Erik tudja normálisan, vagyis élethűen elmagyarázni, úgyhogy nem az én számból halljátok, mert tényleg mindent megcsináltam neki, és csak arra kértem, hogy Shipping Time, ez nem az. És ez Black Current. És tényleg csak arra kértem, hogy jöjjön, és nyomjuk együtt a streamet, és abban is annyira irigyek voltak az emberek, mert más nem tudok rá mondani, hanem hogy irigyek voltak, hogy nem, mert én inkább a saját csatornát csinálom, és izé. És mondtam neki, hogy de figyeljetek ide, itt van. Ez nem az. Mondom, itt van 50, mit nem is tudok felvenni növényt. Mondom, itt van 50, 500 követő gyerekek, csináljuk együtt. És egyedül az Erik látta meg ebbe a potenciált, hogy igenis össze kell fúrni, és erre ennek nagyon örülök. Tehát ő volt az, aki meglátta ebbe az egészbe a potenciált, hogy
Nem azzal kell foglalkozni, hogy milyen neve van a csatornának, meg kinek a Gmail fiókjához van hozzá kapcsolva, mert mindenhova lehet mindenkinek engedélyt adni. Hanem itt már arról van szó, hogy ha többen csináljuk, sokkal jobb. És sokkal jobban fejlődik az egész. És nem az van, hogy megint széthúzunk, hanem igenis szerintem össze kell fogni, és meg kell csinálni. És annyira örültem neki amúgy, hogy jött az Erik. Bad Sage. Na, ez már majdnem az. És ő teljesen gátlások nélkül jött, és mondta, hogy igen, és akkor nyomjuk együtt. És egy csatornáról vagyunk, és tök jól működik. Én délelőttönként szoktam, ő délutánonként. És nyilván, ha többen lennénk, akkor ugyanúgy be lehetne osztani itt az időpontot. Wildcard-ot. Haj már, adjál 5 ilyen desert izét, azt sem tudom, hogy néz ki egyelőre. Red Sage. De nekem nem az kell, Desert Sage kell. Red Sage. Szóval nagyon örültem neki, hogy jött az Erik, és engem nem érdekel, hogy milyen neve van már, meg hogy kinek mi van odaírva, hanem hogy fogjunk össze, és tényleg együtt nyomjuk, és ne lopjuk el egymástól a felhasználókat, meg ne csináljunk 8000 Discordot. Én a Discordra is egy csomószor kiírtam, hogy keresünk adminokat, moderátorokat, akiknek nálunk minden adminnak ugyanolyan rangja van, mint nekem tulajdonosnak. És valamire erre jelezte, akkor elmegyek erre. És ugyanazokat a dolgokat tudják csinálni, amiket én tudok csinálni a saját szerveremen. És tényleg egyedül programoztam, a botokat beállítottam, mindent megcsináltam. De látod, vagy látjátok, hogy nem érdekli az embereket a közös jövő, hanem inkább mindenki szépen a saját kis életét próbálja meg vagy összerakni. Na, ez. Oregano. Ugye ezek nem. Lehet, hogy feljebb kell egy kicsit mennem. Úgyhogy nem tudom, hogy nektek mi erről a véleményetek, vagy neked, Mikey, de nekem ez a véleményem. Hát persze nem egyszerű, én is sok emberrel összevesztem mások miatt, akinek semmi köze nem volt semmihez, és mégis olyan emberek fordultak el egymástól az ilyen kupázgatások miatt, hogy szerintem ez azért nagyon szomorú dolog. Hát itt minden van. Hát igen, ez a baj, mert én tényleg, de én úgy voltam vele, hogy én nem csak így gondolkodok, hanem én adok is, tehát hogy tényleg megcsináltuk ezt a csatornát, már 500 követőt összehaknisztunk. Meg lett csinálva a Discord, mindenkinek van PUBG joga, amivel kb. Mindent tud csinálni, ott van a rankit kereső, és még mindig annyira olyan néhány ember, hogy megy a saját feje után, hogy inkább megvárja, hogy a PUBG csoportba egy nap után engedélyezzék a hírét, mert ő nem ír oda a Facebook vagy a Discordra, mert ő nem fogod kupát szervezni, mert az a HX-ás volt, akkor abból mi lesz, jajaj. Úgyhogy, ja. Sajnos ezt nem lehet majd leküzdeni. Pedig én próbáltam többször is.
Desert Siege. De hogy néz ki? Áááá, itt van! Végre. Egy. Hát épp ez az, hogy nem az, meg nekem is ebből lett el engem, hogy tényleg kiírtam, hogy lesz kupa, meg minden, és akkor nem engedélyezi a gyerek. Hát köszi szépen! Innen is csókoltatlak. Kislila valami volt. Meg jó, az utóbbi időben engedélyezte, de kiírtam, és akkor másnap. Tehát aznap este, vagy délután kiírtam, hogy lesz kupa, nyilván az akkor nyilván akkor írom ki. Mert már akkor fix, hogy akkor lesz tartva. És akkor másnap van jó, vagy kirakva az oldalra. Aztán ez a PUBG Community. Tényleg. Holott aztán a mai világban mindenkinek ott van a telefonja, kapja a híreket, tehát ha már valaki egy ilyen oldalt csinál, meg vezet, akkor nem hiszem, hogy nem tudja venni a fáradtságot, hogy rányomjon, hogy kimenjen, hogy ú, Istenem, ez a magyarok aztán kupázni akarnak, és akkor várják a magyarokat. Igen. Egy legendári bounty, vagy egy nehéz bounty. Jó. Bounty poster. Hol van itt posta? Nincs posta sehol. Nem tudom a vérdíjamat befizetni. Hát igen, igen. 4 vagy 5 ezer tagja van, és körülbelül 5 darab aktív ember van. Azok is kill videókat töltögetnek föl. Tehát... az a baj a Discord-dal, hogy sokaknak, hogy ú, ez új, meg ő Facebook, meg akkor ő azon, de ezt se értik meg az emberek, hogy ezerszer jobb, egyszer kell megtanulni kezelni, és százszor jobb, mert nem egy csoportban vagy benne, ahol 8000-en irogatnak, meg nem egy Facebook messengerben vagy benne, ahol mindig jön a sok hülyeség, le tudod némítani, tudsz képet küldeni, és ugye egy chat ablakba beszélgetsz, és ha tökéletesen be van állítva, hogy rengeteg mindenhez hozzá lehet térni. Igen, nagyon sok embernek segítettem amúgy, tehát rengeteg szabad időmet felemésztettem. Most ezt nem azért mondom, hogy itt mártírkodjak, mert nagyon szívesen megcsinálom, és ha informatikus vagyok, vagy informatika műveltségterületes, világéletemben informatikát szereztem, nézzük meg ezt a hármasat. Nem tudom, hogy ezt kompletten meg kell csinálni, vagy csak egyet elég. Úgyhogy világéletemben szerettem az informatikát, meg mindig támogatom, hogy menjünk előre és csináljuk. És ami jobb, azt csináljuk, meg azzal a programmal dolgozzunk, ne a szarral. És tényleg sok emberre segítettem, és a mai napig nagyon szívesen segítek bárkinek. Hát amikor az elején... Amikor az elején bejött ez a discordozás, hát ne tudjátok meg, hogy miket irogattam ott a kupák miatt, meg mennyi levelet kellett, meg hogyan kell belépni, mit kell megnyomni. De azért mindenki beletanult. Tehát, és ennél jobb nevezési program szerintem nincsen. Nyilván nem én találtam ki, mert nem titok, hogy már akkor a német kupákra jártunk a Sárosi Ádám jóvoltából, és onnan kezdtem el átvenni, és felvettem a kapcsolatot a CPL-nek a vezetőségével, és nagyon sokat segítettek, meg tanácsokat kértem tőlük, hogy lehet felépíteni egy jó Discord csatornát, és most nagyon sokat olvastam, nagyon sokat YouTube-oztam róla videókat, hogy minden rang rendben legyen, minden be legyen állítva, és sikerült. Az se bonyolult, abszolút. Ugye ott is ilyen community manager voltam, de hát írtam nekik, hogy már ne haragudjatok, de ezt nem tudom vállalni, és akkor mondták, hogy hát nincs is annyi magyar csapat, hogy legyen külön magyar izé. Jó, hát nyilván ők meg németek, tehát ők meg azt
azt erőltetik, ami nekik a jó. És már átmentünk ilyen jazz chattingbe, nem? Nem bajom, úgy csak közben lecserélem a nyilat, meg viszek egy repeatert. Ez ilyen last no location. Hoppá. Nem, hát hallottam, hogy jössz. Takarodj már. Hát bocsi, muszáj volt megölni. Hát majdnem megölt. Tehát előre izélt. Előre ordított, és utána ugrott. Na, ezek halott. Ki tudom lootolni? Ki? Ha, bocsi. Neked már úgyse kellek itt a dolgok. Hát a Fort Mercerbe kell menni, ki gondolta volna. Hát Mike, figyelj, én annyi időt beleöltem ebbe, hogy legyen. Meg annyi időt beleöltem abba, hogy csináljuk közösen, és fogjunk össze, és együtt, tényleg, én mindenben segítek, van egy csomó ötletem, csomót véghez is vittem, és tök jó lenne egy magyar liga. Tényleg, ugye volt velem interjú is az e-sport újságban, ott is vannak kapcsolataim. Van ismerősöm, aki felkeresett, hogy neki van ilyen e-sport szakosztálya, vagy már nem tudom, hogy kell ezt mondani, amivel hivatalosan lehet pénzes versenyeket. Egyesület, bocsánat, e-sport egyesülete van bejegyezve, hivatalosan lehet versenyeket szervezni. Fizetős versenyeket lehet szervezni, minden adott. De egy csomószor megpróbáltam, és mindig jó jöttek játszani, de ha már valamit arrébb kellett rakni, vagy valamit meg kellett szervezni, akkor mindig, hogy azt csinálja a Csí, és akkor a Csí meg már tökre elfáradt ebbe. És a Csínek van fontosabb dolga, van felesége, lesz nem sokára gyermeke, és vannak fontosabb dolgok már az életében, mint az, hogy ő PUBG kupákat szervezgessen. Úgyhogy ennyi. Amúgy nagyon szomorú vagyok, hogy nem tudott így összefogni a magyar társadalom, ez a PUBG-s társadalom. De majd most az Erikkel. Ő egy jó gyerek, lehet vele, meg lehet vele beszélni. Felismerte ebbe a lehetőségeket. Úgyhogy ennyi. Na, itt a Fort Mercer. Miért erre visz? És miért véres a nyakom? Na, itt vagyok. Captured a bandit. Ez hülye, elkezdik. Mit verekedtek itt? Ez meg belehalt abba, mert beleugrottam. Azt mondja, hogy... Jaj, rossz gombot nyomtam. Hova kell ezt elbújtatni? Ide. Jó.
hol? Honnan fognak jönni? Na, hát szóval ennyi volt most a hirtelen. Amiket el tudtam mondani itt a magyar community-ről és a PUBG-zésről. Bár nyilván sokan nem értenek vele egyet, meg sok embernek ez szúrja a szemét, meg nem tetszik neki, de én akkor is azt gondolom, hogy igenis, annak idején össze kellett volna fogni, és nyilván négy emberből áll egy PUBG csapat, tehát nálunk is volt már, hogy két csapat volt, három csapat volt, nem jó. És itt nem is a csapat nevek meg, hogy ki kicsoda, hanem az, hogy magyar community. Ketten jöttek ide. Azért szórakozok most, mert lóhátról kéne meg passzóznom. Így né. Most elengedem. Nem adja be még egyszer. Hát köszi, sokan gondolják azt, hogy nincs igazam, szerintem biztos vagyok benne. De én ezt így gondolom. És én ezt fel is vállalom. És igen, és tényleg fogjunk össze, magyarok vagyunk, és teljesen tök mindegy, hogy kinek milyen gamer tege van, meg mi a klán neve. A lényeg az, hogy egy helyen egyesüljünk, és én meg is csináltam mindent, tehát készen áll a befogadó felületre a Discord, a Facebook, a Twitch, és még most már a YouTube is. Úgyhogy ezzel kapcsolatban majd még egy próbát fogok tenni, ki fogom érni a Discordra, meg lesz jelölve mindenki, de hát saját tapasztalataimból és az előző ilyen oldala. Szia, szia, Kicungi, szia! Köszi, hogy itt vagy te is, most éppen ilyen lovaglós Red Dead Redemption van, és magyar PUBG community, konzolos community kibeszélő show van. Köszi, hogy itt vagy. És nézel minket. Úgyhogy ezért volt jó, tényleg nagyon örülök az Eriknek, mert ő odaállt, én mondtam, figyelj, csak streamelni kell, tényleg, meg kupát csinálni, én mindent megcsinálok neked, és meg is csináltam neki. Szerintem ezt ő tudja megmondani, de egy nap alatt átszerveztem a neveket, a logókat, a Twitch csatorna logóját, közös. Tényleg csak annyit kértem tőle, hogy küldjön magáról egy normális képet, ami ő is a baseball sapkában van, és akkor ilyen egységes lesz, és tök jó volt, mert teljesen véletlenül, vagyis én nem mondtam neki, és ő meg zöldbe öltözött, én meg kékbe vagyok öltözve, úgyhogy szerintem ez így még össze is passzol, és tényleg mindenhol mindent lecseréltünk, névváltozásokkal vannak még problémák. Mármint, hogy a Facebook nem engedi, engedélyezni kellett, mert egy csomó minden nem engedik. Na, add ide! És hogy vagy, Cungi, szia, szia, mi a helyzet, nálatok milyen idő van, honnan jössz, honnan írtál, honnan nézel minket? There you go.
Na. Nulla és 0,25. Akkor ez is megvan. Nagyon jó. Kaptam valamit még? Még kettőt kéne lóhátról megkaparintani. Hát ezek ketten vannak, úgyhogy akkor hajrá. Na, hát jó, elkezdtem kodozni. Nem baj, majd délután jön az Erik, úgyhogy... És ezt is tök jó meg lehetne csinálni, mert be lehetne osztani. És... lehetne időpontokat csinálni, úgy, ahogy mi csináljuk az Erikkel, hogy délelőtt én vagyok, délután ő. Nem fogunk összeveszni soha, hogy ki streamelje, meg ki nem. És egy csatornát tolunk fel, fele. Több-kevesebb sikerrel, de hát ugye a közös együttműködés az 2 napja kezdődött el. Előtte meg tényleg én csak így reggelente streamelgettem, és azért jó, hogy neki is van egy ismeretségi köre, nekem is. Ami néhol ugye találkozik, mivel a PUBG is emberek közül, ő is sok embert ismer, én is sokat, talán ő még többet. Ja, ez egy alkohol gyűjthető. Na, akkor ezt vegyük fel. Ezt majd ugye el tudjuk adni a Madame Nazárnál. Hol van még... Azt mondja, search the area for the targets. Jó, hát search-elem én, öcsém, csak... Hol a nyom? Ja, itt van. Left area. Erre, és akkor fókuszálok egyszer. És ha jól emlékszem, akkor minden clue után beadja. Csak akkor, hogyha változik az iránya. Nem áll. Aha. Hát ez lehetett a második, mert azt ugye nem szoktam mindig jelezni. És akkor gondolom ez lesz a harmadik, és 3 irányba kell menni, és mindig amíg a legutolsóra megyek, az lesz a jó. Hát ez volt a harmadik, és nem adta be. Na, gyere lovam! Hopp, itt is hallok valami gyűjthetőt. Amit majd a Madame Nazárnak elpasszolunk. Úgyhogy bármi kérdésetek van a játékkal, a PUBG-zéssel kapcsolatban, vagy ezzel a játékkal, vagy bármivel, nyugodtan írjatok nekem, én itt vagyok még egy órát, és szívesen beszélgetek veletek, és válaszolok minden kérdésetekre, ahogy azt a Mike-nak is kicsit bővebben kifejtettem. Nyilván ez a téma, ez kicsit érzékenyen érint. Jó, igen, eddig folytak a nyomok, és akkor megint azt csinálja. Na, most beadta. És menjek oda-vissza, ugye? Jó.
Igen, mert most kerestünk egy nyomot, ugye ott nem volt a jó ember. Napokig, igen. Hát engem már nagyon régóta foglalkoztat ez az egész, hogy tényleg mi nem tudunk összefogni. Én csak a németekből indulok ki, tényleg, tehát nézd meg egy CPA-t. A semmiből lett összehozva. Föl lett építve, és múltkor néztem, egy bejelentés alkalmával 150 nézője van. És... na, nyökögök itt, makogok, mint valami hülye. Mit akartam még mondani, hogy a... Például a Twitch-ezés. Doesn't mean this way. Jó. Például Twitch-ezés. Mennyi, nézd meg, hogy mennyi támogatást küldenek egymásnak. Az egyik küld magának, az egyik küld az egyiknek 100 eurót, a másik visszaküldi azt a 100 eurót, és így folyamatosan az algoritmus pörgeti ugye, hogy kapják ezeket a dolgokat. Meg az, hogy mennyien néznek egy ilyen kupát. Azért, mert az is bekapcsolja, akit nem érdekli, és játszik. Mert ugye rajta van a késleltetés, de benyomja, hogy legyen a streamernek öröme, és én is ezt egy csomószor megkértem, hogy csinálunk duókupát, vagyunk 64-en. A 64 emberből 64 ember nézte volna, a többi már mellé csapódott volna, és már meg lett volna a... Nem erre jött. És már meg lett volna az érdekelt státusz, vagy nem az érdekelt, hanem a partnerség. Mert az érdekelt már megvan. És meg lett volna a partnerség, és ennyi lett volna. De helyette ez lett, mint én, így egy ilyen pofán esés. És ezért gáz szerintem, mert tényleg a németek ilyenek, olyanok meg húha, de összefognak, és ha arról van szó, ők ezt megértik, és nézik egymást, és támogatják egymást. Itt sincs. És nem nézzünk meg egy angol kupasorozatot, az RMV-sekét, az SSL-t, az adminok, már nem az adminok, a streamerek pénzt kapnak a streamelésért, tehát be kell fizetni a játékosoknak 1 dollárt, meg kettőt, nem nagy dolog, és a szétosztják a streamerek között. Most ez hol van? És félreértés ne essék, nem a... Hoppá! Megvan. De beadta az előzőt, akit kétszer meglaszoztak. Tehát nem az a 1 dollár délutánonként, vagy 5 euró, ami engem boldoggá tesz, hanem maga a tudat, hogy igen, és összefognak, és küldik, és megcsinálják. Felfutott a másik. Csak futva menekülhetett, ott van a...
Hát neki nem lesz jó, mert kénytelen vagyok lasszóval behúzni. Amivel szerintem bele is fog halni. Néde! Na, öcsém. Bocsáss meg, de utazáson veszel részt. Nem nagyon tetszik neki. Vagy nekem se tetszik, hogy nem tudom, hogy arra kell húznom akkor, amerre visszajöttem. Na! Elszabadult. Nem. Most nehogy két ember miatt le kell hívnom a bounty vagont. Jó. Pedig muszáj lesz. Most ezeket már én beviszem. Csendben legyél. Még 4 perc, hogy bevigyem őket. Na, és hova jött a bounty wagon? A ló elfutott. Jó, én csesztem el, hogy ilyen hülye helyen izélok, hát mindjárt az egyiket itt hagyom, aztán másikat meg beviszem. Nem talál meg a lovon. Le is jár az időm. Már egyszerűbb lett volna, ha elmegyek és visszahozom, vagy visszajövök a másikért. Az a baj, hogyha nem úton vagyok, akkor a bounty vagont nem rakja le. Nem. Megtalált a lovon. Na, most lett egy ötletem. Mert van még annyi időm, hogy betörjük ezt a lovat. Nagyon jó. Mert ugye a csikó... Na, meg is van. A csikó ugye követ minket. És az ő hátán lesz az a bounty, aki... már kicsit elfáradt. Másikat meg ennek a hátára földobom. És... na, nyugodj meg, kapsz egy kis kaját. Adunk neki enni, akkor nem megy már el. Na, és akkor üttyentünk egyet, jön utánunk a másik ló. Akkor itt szépen még 1.44, addig szerintem be is érek. És ugye úgy vannak a bounty küldetések, hogy minél több időt töltesz el vele, annál több aranyat kapsz érte.
Kérdés, hogy beérek-e. You dumb bastard! Azért látszik, hogy ez csikó egy kicsit gyorsabb. You got Schaefer brains! You crazy or something? Ide kell vinni a armadillóba. Viszont a lovunk meg nagyon fárad. De most már addig bírt ki, légy szíves, ló. 50 másodperc, és ezzel fog elmenni az idő, még kapsz egy ilyet. Come on, damn it! Felgyorsítunk, hogy legyen idő bevinni mind a kettőt. 26 másodperc, most már ennyit szarakodtam vele. Ja, ilyenkor a ló eltűnik természetesen. Nem lesz időm. Én egy begyós út... Hát ez hihetetlen. Jó van akkor. Itt van még ez is. Nézzük. Igulája kéne még egy trader. Hát pedig ez is adja eléggé a aranyat. Hát most már lassan megyek dolgozni, úgyhogy akkor marad ez a... Marad ez a Red Dead Redemption, bocsánat, csak közben írtak és arra válaszoltam. Gyorsan minél több napi küldit megpróbálok megcsinálni, hogy meglegyen már a következő kasz. Azt mondja, itt vagyunk a... Armadillónál vagyok, ugye? Igen, Armadillónál kapásból van egy random item, és ugye ezt, ha még nem ásta ki senki, akkor itt lesz. Gyorsan a kollektorokat megcsinálom, az easy arany. Kereső, és akkor beadja, hogy tudok ásni. Egy megvan. És akkor kéne még egyet nézni, itt van a D-betűnél. Méghozzá valahol itt. Itt, gondolom ott a tisztáson.
itt. Akkor ezzel ez meg is van. Újabb 0-25 arany. 200 XP, az finom. És akkor... kollektor. Madártojás. Na hát a madártojások, mindjárt nézem, hogy van-e itt a környéken. Itt nem nagyon szokott lenni, nincs is. Úgyhogy gyors utazni kell. És hála Isten, itt tudok is. Úgyhogy megyünk a... gyorsan még az öt madár tojást, azt van időm begyűjteni. Közben még itt vagytok és néztek, nyugodtan írjatok a chatbe, figyelem, szívesen válaszolok minden kérdésre. Meg szívesen beszéljetek mindenről. Csak vannak ilyen témák, amik érzékenyen érintenek. Befizetem a bántit. Kaptam egy treasure mapot, ami alapból majdnem két arany, ha megtalálom. Ugye 5 szint ugrásnál kapsz egy treasure mapot. És akkor... gyors utazás. És megnézzük, hogy hol van a legtöbb tojás egy helyen. Itt van 3. Itt meg van 2. És akkor strawberry. Strawberry. És strawberry-nél Montauk's Rest, hát azért az nincs közel, na. Vagy jó, hát annyira messze sincs. Itt lesz egy kis tojás, az első. Legjobb lenne, ha a földi fészek lenne, és akkor 3-at találok kapásból. Valahol itt lesz. Hát... nem földön van. Kell hozzá a Varmint Rifle. Kis kaliber, mert ha nagy kaliberrel lőjük, akkor ugye szétesik a... részek. És így a leesett tojás nem törik szét. Tehát, ugye ezen mindig meglepődök, hogy ez ilyen fantasztikus. Ez volt az első az ötből. Itt van viszont a földön. Montana Upper. Igen, és az N-nél és a T betűnél. Itt akkor lehet, hogy van 3. És akkor már csak egy kell egy gyors utazással, és akkor ez is megvan. Nagyon jó. Ja, hát egy-két órát el lehet szórakozni ezzel a napi küldivel.
De én úgy voltam vele, hogy nem fog fizetni semmiért ebbe a játékba. Szépen lassan mindent kihúzok. Idő, mint a tenger. Most, hogy vége a vizsgai időszaknak, most meg főleg. Közelítünk a folyópartra, és valahol itt lesz a fészek. Jaj, nem pont itt, hanem még arrébb. Van, ugye ezt érdemes nem lóval megközelíteni, mert összetörhetnek a tojások. És akkor megnézzük, hogy hány darab van benne, remélem nem egy. Hát nem egy, mert két kézzel szedte. Három. És akkor most nem tudom, hogy ezt hogy adja be. Mert ugye azt írja, hogy ötöt találja. Öt különbözőt. Ja, megnézem. Bridge Range Collector. Nem, hála Istennek, akkor már csak egyet kell. És a innen legközelebbi tojás. Az kb. Itt van Rócnál. Jó, semmi probléma. Gyorsan nézzünk egy gyors utazót. Ami természetesen innen Blackwater-on a legközelebb, ha már itt vagyunk ezen az oldalon. Backwaterben nincs gyors utazó. Tehát ez nem lehetetlen. Vissza meg Strawberry-be. Lehet, hogy Blackwaterbe utazni lehet, azt onnan nem lehet elutazni. Hát nem tudom, pedig már régóta játszok ezzel a játékkal. Na minden, gyorsan visszalaholunk oda. És akkor elutazunk Rócba. Jó, az nem biztos. És akkor ezzel már majdnem 24 arany lesz. Ugye most 25 a cél. Annyira lehet a herjetnél megvenni a
legendári animalokra nem vadászni, hanem leszedálni kell őket, és mintákat kell belőlük gyűjteni. És az lesz a negyedik szokma, amit megszerzek, és akkor már csak a Moonshiner van vissza. Ami pedig 20 arany. Ugye itt a napi küldik csinálása során minden nap minimum egy küldetés megcsinálsz, és akkor egy hónap alatt hát elég sok arany mennyiséget lehet összegyűjteni. Én már megvettem a fizetős Outlaw Pass 4-et, ami 35 arany volt, és nem fizettem érte egy forintot se. Na, innen meg 4 tojást szedett össze, úgyhogy meg is van. Hát fogynak a napi küldik. A trader van még, Camp Steve's Eaton. Ez nem tudom, mi lehet, erre rákeresek. Hát valamit a gemből kell megenni. Igen. No.